Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt másfél évben még nem volt rá alkalom, hogy sportos téma kapcsán beszélgessek a Nézőpont stúdiójában. Ma viszont örömömre szolgál, hogy egy nagyon sikeres sportklubból üdvözölhetek itt vendégeket az Infotelevízió stúdiójában, mégpedig egy igen szép kerek évforduló kapcsán. A felvezetést onnan kezdeném, hogyha Magyar Kanizsa sportéletére gondolunk, akkor az élvonalban szerepel az a klub, akinek az eredményeiről mindannyian értesülünk, aki befektetései, beruházásai, jövőbeli tervei kapcsán is szerepel a sajtóban, és ez a klub nem más, mint a testvériség Kajaklub Magyar Kanizsáról. A stúdióban köszöntöm a klub alapítóját, és itt kihasználom a lehetőséget, hogy kor szerint is sorrendben üdvözöljem Önöket, Dluhi Károlyt, és köszöntöm a klub jelenlegi elnökét, Csőke Rudolfot. Mivel onnan kellene indulnunk, hogy először is tájékoztatjuk a Nézőpont nézőit arról, hogy jelen pillanatban milyen a helyzete a kajaklubnak, hány sportolója van, hány edzőt tud foglalkoztatni, hol és milyen körülmények között működik, ezért természetesen a jelenlegi elnököt kérem ezeknek a kérdéseknek a megvilágítására. Hát, hogy csak a lényegre szorítkozzak, ami a klub jelenlegi paramétereit illeti, két edzővel dolgozunk, gyakorlatilag ez a versenyzői csoport és az utánpótlás, illetve a kezdők közti megoszlást jelenti. Ez létszámilag olyan 40-50 főre telhető, ez körülbelül az igazolt versenyzőknek a létszáma. Ami a munkaföltételeket illeti, azt hiszem, hogy ebből a szempontból nincs szégyenkezni valónk, sőt az évvonalba tartozunk, ami az edzési föltételeket illeti, akár vízen, úgy a konditermet, akár a téli száraz időszakban való edzés föltételeket illetően, amiről ugye viszont nem tehetünk, mert olyan a földrajzi fekvése Kanizsának, tehát nincs állóvízünk, mi folyóvízen edzünk, de hát az elmúlt 50 év is bizonyítja, hogy ez nem akadálya ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el is, és magas szintű versenyzőket neveljünk, illetve neveltünk. Egyébként nagy különbség van az állóvizes edzés és a folyóvizes edzés között, már így, hogyha az eredmények nem is igazolják ezt a hátrányt, de a versenyzők mit mondanának, hogy könnyebb állóvizen? Gyakorlatilag a szövetségi és a nemzetközi szintű versenyek egyik előföltétele, hogy állóvizen legyen megrendezve. A Tisza folyóvíz valamennyivel könnyebb rajta elvezni, könnyebben átcsúszik a lapát a csapáskor. Ebből kifolyólag a folyóvízen edző versenyzőknek az állóvizes vízen való versenyzés a kezdetekben mindig egy nehézséget jelent. Ez egyesek szerint hátrány is. Mi erre soha nem panaszkodtunk, úgyhogy ez egy ilyen föltétel, amit el kell fogadni. És hogy hát ígyesen akkor Magyar Kanizsa nemzetközi versenyt nem rendezhet, de rendez regattát. Így van, ami végül is nemzetközi, mivel hogy az elmúlt időszakban azért nem kevésszer előfordult, hogy vendégszerepeltek Magyarországról kajaklubok, illetve egyesületek, a Szegedi és a Szarvasi Partner Egyesületünk szinte állandó jelleggel, de voltak a korábbi időszakban csapatok Boszniából, illetve Horvátországból is. Hanyadik rendezvénynél tart a regatta? A jövőre lesz a 40. Jövőre a 40. Viszont a klub élete, története, történelme során 50 évről beszélünk. Ebben az évben ünnepli a testvériség kajaklub fennállásának 50. évét. Dluhi Károly azért a vendégem, és azért megtiszteltetés számomra, hogy beszélgethetek vele, hiszen ön volt az, akihez köthető a klub alapítása. Meséljen nekem, legyen szíves az 50 évvel ezelőtti eseményekről. Hát ez úgy kezdődött, hogy hazajöttem katonaságtól, és elég gyorsan meg is nősültem Kanizsán. Én különben zentai születésű vagyok, és zentán én már régóta, már 8 éve kajakoztam. Ott volt egy ilyen csapat, egy, még mondhatom, hogy banda, aki mi magunknak csináltunk egy-egy kajakot, és mi abba jártunk a szigetre is, föl Zentáról. Itt szó se volt sport
tényleg, hogy sportszerűen evezzünk, csak ilyen hobbiból. És itt sokat jártam le a pecásokhoz, a Vajda Tivi bácsi volt a titkárjuk a pecásoknak is, meg a szofkának is, és mondom neki, hogy az én kajakomat elhozhatom-e ide a pecások alá, vagy valahova elrejteni, hogy ha én akarok, akkor elmehetek kajakozni. Hú, azt mondja, hozzuk-e, csinálunk kajakklubot. Ezt a Vajda Tibinek az insisztíre, arra, hát mondom, akkor csinálunk. Sportszövetségi jóváhagyással. Igen, ezek rögtön, szerint. És akkor mondta, hogy csináljunk 5 ilyen kajakot, ezek ilyen vászon kajakok voltak fából, meg vászon borítása, az a borítást belett festve a minimumban, ami már be van tiltva, mert mérgező, hát úgy látszik, annyira nem mérgező, hogy eddig elértem. És még a többi is él, aki ebbe a hajóba evezett, meg abba aludtunk. Ez olyan széles, olyan volt, hogy ez nem lehet összehasonlítani ezekkel a mai versenyhajókkal. És akkor azt megcsináltuk, és akkor elkezdődött, de gyorsan ez az egész, hát szintén a sporthorgászok barakjának a nagyobb részét elkaptuk, ott én csináltam egy állományt, beraktuk a kajakokat. Aki, ott azon a helyszínen, ahol jelenleg is találhatóak? Hát errébb, ahol van az a fabarak. Ott volt a kajakház tulajdonképpen, nem az új kajakházban, hanem a régiben. Ottan indult. És akkor jöttek a gyerekek, aki akart, volt, aki csak rekreálni akart, volt, aki első nap megkerült a szigetet, abban már érdemes volt foglalkozni egy kicsit, mert az már többet akart, mint a többi. És akkor így indult. 1968-ban. Igen, 68-ban. El is mentünk még az első versenyre. Még itten valahonnan Zemunból jött 4 versenyhajó, ezt a Zsuzsának a bátyja, hogy hívták, a Magyarországon van ilyen valamilyen ügyintéző, és ő szerzett 4 kajakot, ezért Vukovics, igen. És akkor avval mi már megcsináltuk itthon az első házi bajnokságot, hogy ki ér valamit, vagy ki, hát nem is hosszába Tiszának, hanem körözbe oda-vissza. Egy fordulóval érdekes volt, de hát akkor így csináltuk. És elmentünk az első versenyre, Beográdba, az Ada Cigánliára, ott még az még igazán Cigánlia volt, mert az tele volt ilyen sátorokkal, meg cigányokkal, mert még akkor nem, mert az első világbajnokságra, amit rendezett a Jugoszlávia, akkor rendezték ezt az Ada Cigánliát, hogy teljesen emberhöz méltó körülmények legyenek. És elmentünk az első versenyre, hát olyan sok klub még nem is volt Jugoszláviában sem, mert arra nagyon emlékszem, hogy a kenus futamokat 3 ember volt, és akkor megbeszélték, hogy az 500 a te, az 1000 én. Már hogy ki nyeri? Hát igen. És akkor vicceket meséltek a futam alatt. A kajak az valamennyivel komolyabb volt, de még az sem nem volt az egekben. A nagy visszarúgás ott volt, hogy akkor nem volt még annyi 4-es hajó, meg ilyen, hanem volt a 4x500-os staféta, az 4-1-esbe gyerekek beleülnek, és akkor váltsák egymást 4x500 métert. És hát a ICF-nek biztos van egy ilyen szabályzata, hogyha aki kiesik, azt diszkvalifikálják. Hát itt a mármint aki kifordul. Igen, kifordul. A mi emberünk kifordult,
de bemászott a Száva közepén a hajóba, azt be is ment a célba, meg is nyertük volna, de diszkvalifikáltak bennünket. Itt ez a négyes gyerek volt, a fehérvári, az, aki kiesett, a nagy Karcsi, a Nikola Rákic, meg a Korica Mihajló. Meg még egy lányversenyzőnk volt, az a Koncz Klári, ő már az első versenyen második helyezést ért el. Egy zenyadéni kislány verte. Ő az, aki még mindig szeli a habokat, hogyha hát, lehetősége van erre. Nem, de hát... Azt mondta Klári néni egyszer, amikor lent találkoztam vele a kajakháznál, hogy addig szállok vízre, ameddig le tudom egymagam hozni a kajakot. Jó, helyes. Úgyhogy még nyáron találkoztam. Nem mondd ezt neki, Klári néni, mert nem egyszer, szabad. Egyszer én ilyen gyerekekkel ott foglalkozok, azt nekem azt mondják, hogy Karesz, a Klári néninek, meg Klári néni, azt nagyon nem tetszett neki, de hát ez csak úgy a klub keretein belül, de hát nem gond, mert nincs azon mit haragudni, örüljön, aki megöregszik, mert az nem hal meg fiatalon. Különösen, ha 50 ilyen szép évet követhetett végig. Hát igen, is. Most ebbe nekem személy szerint nagy szerencsém volt, hogy közel volt Magyarország, Szeged, sőt, már a nászutamat is Pesten töltöttem, ott is elmentem a kajakok klubokba, hát már Magyarországon akkor az volt, hogy egy kajaklub, ott 22 kajaklub volt akkor, és hát minden klubban több hajó volt, mint egész Jugoszláviában, úgy össze-vissza. Ezt úgy, ott tényleg egy szervezett, komoly munka volt, és hát meg is van mindig az eredménye a magyaroknál, még máig is. És akkor én ott kérdezősködtem, mert azért Köllit sok mindent tud is, az mellett, hogy voltak ott trénerek, akik aranyosak voltak, volt aki úgy félvállalvett, volt aki... Hát, mint manapság. Igen, hát ezt kellett kiszűrni, hogy kitű, mit érdemes tanulni. Megtanulni. Hát egy szolnoki ember volt életem legbecsületesebb tanácsadója, ő tényleg nagyon aranyos volt. Hát ott ő volt az igazi mentor. Ki is nyírták ott Szolnokon, mert nem sokat tudott, és azt nem szabad, még ott se. De nem csak úgy a kajaksportból tacsra tették, de tényleg egy nagyon rendes ember volt. És hát ezt én úgy nem szégyeltem soha senkit megkérdezni, ami engem érdekelt, meg azt is, ami nem érdekelt, de meséljen valamit. Hát sok minden nem jött át a pont az ünneplésekre, mert a kenusoknak van a Szent Jupát, az az istenük, és arról rengeteg ilyen nóta van, kajakos nóta, és a Szent Jupát benne van. Hát, na most itt közben, hogy mi fejlődtünk, elég sokat. Én ugye határoztam, hogy én addig csinálom, még nem csinálok országos bajnokot, mert Nyezső Vácon az evezősöknek volt, már akkor volt országos az ő bajnok. Klubjuk előbb alakult? Hát mind evezős klub jó. Hát a kajakos klub azt ott lenne én alakítottam át a Bátóba kajakká, mert ez sokkal olcsóbb, meg... Mármint a kajak? Hát a kajak, igen. Uh-huh. Mert egy evezős csónak, a skiff, vagy egy egyes, az mindig olyan egy rendes, egy autóára volt. Hát uh-huh. A kajak az sokkal olcsóbb, hát tízszer olcsóbb. És a török kanizsai siker motiválta, hogy legyen magyar kanizsai is? Azt hogy? Mondta, hogy addig csinálja, ameddig nem nevel országos bajnokot. Igen, hát én ezt úgy magamban, ezt nem mondtam senkinek, ezt nem és is. És mikor jött össze? Hát összejött a rengeteg országos bajnok, ilyen pionír, junior volt, de ami a lényeg, a fölvett országos bajnok, az 80-ban volt, az aranycsapat, vagyis az álomcsapat, amikor 9 emberre 7 országos bajnokot hoztunk haza,
meg. Honnan? Sibenikből, ott az megint egy gyönyörű hely, álló víz, tenger, nyelv úgy belóg, és ez a Krkának a ott ömlik a tengerbe. Különösen sok szép emlékem van, ezt olyan is, ami nem ide való, mert azt nem itt fogjuk megbeszélni, hanem egy másik találkozó alkalmában. És előtt a feleségem is velem volt ott, és akkor hát ott van az első vízi erőmű a régi Jugoszláviából, egy kis erőmű, és akkor két ilyen lányt sodort a víz az erőmű felé, de van ott rács, hogy olyan vész nincs, de hát mi mink ilyen gentlemanek, hát beúsztunk, húzzuk ki a lányokat, az én asszonyom azt mondja, engedd el! Hát mondom, megfúlad, nem baj az. Úgyhogy ez ilyen volt. Jóra való emberek a kajakosok. Ja. Hát így ezt megcsináltuk, ezt is. Hát közben nem voltunk mind gazdagok, nagyon is szegények voltunk. Azért kellett nekem főleg, hogy elkezdjem a kajakgyártást is, mert én több mint 300 kajakot csináltam, az már műanyagból, poliészterből. Itt pont a Margit-szigeten dolgozott az én nagyon jó haverom, aki eljött ide, megcsináltuk a formát, és aztán én gyártottam. Otthon? Saját otthon. Műhelyben? Hát otthon. Először az iskola műhelyibe kezdtük, de necces volt, mert el kellett menni, meg hát otthon volt helység, azt akkor, ha kedvem volt, azt dolgoztam, kimentem. Volt, mikor éjszakás voltam, akkor reggel 5-kor hazamentem, 6-ig aludtam, 6-tól este 9-ig dolgoztam. Manufaktúra csónakok voltak ezek szerint. Így ez. A másik, hogy a közlekedést is megoldottuk úgy, hogy az egészségházba szétszívattak egy jéggel, vagy a télen egy mentőautónak a motorját, akkor azt elkaptuk. Akkor én azt meggeneráloztam, és akkor ahova jártunk versenyre, ez volt a Szent Jupát, a neve is volt, fönt volt akkoriban még az nagy szenzáció volt, mert hát egy klubnak se volt saját autója, meg saját. És akkor azt én még akkor is úgy csináltam a csapatot, vagy úgy válogattam ki, hogy ebbe az autóba, aki befér. Több nem. Szóval itt, aki csak úgy rekreált, vagy előtt, az soha nem csak jutott. Csak azokat, akik valóban megérdemelték. Aki keményen dolgozott, csak az mehetett. Én nálam nem volt lényeges a pontverseny, a csapat, hogy most hanyadikak leszünk, meg ilyen, hogy hanem inkább az nekem ott kullogjon valaki a 9.-10. helyen, ilyen, ezt el sem írtam, le sem írtam nyelni, mert nem szerettem azt. Nekem az, elmentünk versenyre, Petnyán, ez Szalmoszki Brodná, pionír bajnokság volt, minden futamban volt kanizsai. Minden futamot meggyertünk. Oda jön egyszer a sofőr, hogy kérdezik az ő vezetői, hogy egy zemuni sofőr, hogy egyáltalán van-e olyan futam, amiben nem indul kanizsai. Hát azt hiszem volt egy a staféta, azt se ők nyerték, hanem Apatin, de olyan, hogy nem volt nekünk kenu kettesünk. A két gyereket beütettem a kenu egyesbe, azt elindultak, mint az sokkal nehezebb, sokkal jobban süllyed, sokkal, azt is megnyerték. Tehát nem volt olyan kihívás, amit nem tudtak volt, volna nem teljesíteni. És tényleg az aztán gyerekek voltak, sok elment, ez mindig jelen van, hogy az iskola Kanizsán nem mehet egyetemre, akkor hát újvidéki csapatot volt, mikor
80% a kanizsai volt az újvidéki. Mert hogy ott tanultak. Hát, igen, oda mentek is. Rudi, ezekről az anekdotákról te gondolom már sokszor értesültél, meg sokszor végig hallgattad őket. Nem biztos, hogy unalmas is vagyok neki. De... Nem, látom, soha nem viszont... unalmas, de ismerem a történeteknek az ömét. A nagy részét, úgy, ugye? Hogy... Viszont a jelenlegi klubelnöknek muszáj feltennem a kérdést, amit Károly említett, hogy neki voltak mentorai. Hogy tudta, hogy kihez tud fordulni, hogyha segítségre van szüksége. Jelenleg te, mint klubelnök, vagy-e ilyen helyzetben? Kik azok a személyek, akik tudnak segíteni? Ő az edzői státuszából kifolyólag mondta ezt a mentorálási dolgokat. Én próbálok a klub irányítására szorítkozni, a mindenkori támogatásokat lehívni, illetve az egyéb folyó projektumainkat sikeresen befejezni. Akkor nem függetlenül attól, hogy mindegy 12 évig edzősködtem, manapság próbálok teljesen elhatárolódni az edzői munkától, és próbálok nem beleszólni az edzőknek a munkájába. Hát akkor nem mentorok és edzői mentorokról beszélünk, hanem azokról a személyekről, akik a támogatást biztosítják, hiszen tudjuk, a jelen körülmények között egy klubnak a működése nagyon sokban függ attól, hogy milyen intézmények, szervezetek, gyakran vállalkozók, vállalatok vagy privát személyek segítségére támaszkodhat. Ez pontosan így van. Az előző időszakkal összehasonlítva, habár a Karcsi megerősített abban, hogy sose volt egyszerű, de gyakorlatilag a nagy társadalmi vállalatok privatizációja óta sokkal nehezebb, sokkal szertágazóbb és sokkal időigényesebb a sok kicsi körbeudvarolni, időről időre lobbizni, eleget tenni, mint valamikor magad mögött tudván három nagyvállalattal úgy, ahogy de működni. Viszont ennek ellenére, hogy most egy kicsit a panasz is benne van a hangodban, mégis fölépült a kajakház, csoda szép épület, még nincs befejezve, de vajon mi az oka a lassabb léptéknek? Hát ez egy kicsit összetettebb történet. A 90-es évek második felében volt egy olyan rátermett vezetőség, akik kihasználva a föltételeket, úgy a csillagok egybeállását minden tekintetben, belevágtak akkor egy teljesen ilyen lehetetlennek tűnő küldetésbe, ami mögé állt az akkori Potisje, most Wienerberger, az akkori vezérigazgató az élen, Kaszás Károly úr, és gyakorlatilag ott másfél év leforgása alatt az épület megépült olyan szinten, hogy gyakorlatilag a kajakosok használatba tudják venni. Na most ezt követően ugye a belső munkálatok, az egyéb finom hangulás, az épület még inkább kajak használat szempontból specifikussá tétele, az folyt egész a közelmúltba, illetve a 2015-ös évtől, amikor egy újabb beruházást irányoztunk elő a második emeletnek a beépítésére, ez már az úgynevezett sokak által ismert oktatóközpont, ami hivatalosan a mindenkori kajak vezetők, bírók és edzőknek a képzését irányozza elől. Vajdasági szinten, vagy szervezeti? Országos szinten, mivel hogy itt egy hármas összefogásról van szó, a Szerb Kajakkenu Szövetség, a Vajdasági Kajakkenu Szövetség és a Magyar Kanizsai Testvériség Klubnak a közös projektumáról. Tehát elsősorban a hivatalos szempontból ez az épület, illetve az épület befejezésének az első számú célja, de mint ahogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, az épület kiegészülő új tartalma a mindenkori kanizsai kajaksportolók, kajakozóknak a még inkább színvonalas körülményeit fogja, komfort körülményeit fogja szolgálni. És ez nagyon rendben van, hogy ezt a célt helyezzük prioritásként, de azért fel kell tennem a kérdést, bár tudom, hogy az a dolgot, hogy pozitív választ adj rá, valóban hihető és elképzelhető, hogy Magyar Kanizsa kajak országos központ legyen oktatásban és képzésben? Itt vagyunk az ország északi részén, és máshol is vannak sikeres kajakok. A Szerb Kajakkenu Szövetség pontosan ebből a meggyőződésből állt a projektum mögé. A Magyar Kanizsai Brasszó Kajakklubnak nagyon jó kapcsolati tőkéjé vannak. Ez így volt korábban is, ez így van most is. Itt most a kajaksport diplomáciai ismerettségekre gondolok. Erre a személyes tanúja az elmúlt hétvége, én megtartott kajakos ünnepség is, ahol itt volt
az Európai Kajakkenu Szövetség első embere, illetve a Szerb Kajakkenu Szövetség elnökén kívül a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke is, és gyakorlatilag a földrajzi elhelyezkedésünkből kifolyólag a szomszédos magyarországi kajakos nagyhatalom mi voltából kifolyólag, ahol egyben a legtöbb képzett szakember van a világon, tehát bármerre megy az ember a szélrózsa minden irányába, rengeteg országban magyar edzők készítik fel az adott ország válogatottját a világversenyekre. Nem hiába mondtátok, hogy kajak világhatalom. Igen. Milyen érzés manapság megfordulni a kajakháznál, a telepen, ahhoz képest, hogy maga tudja, hogy mennyire szerény körülmények között indultak maguk által készített kajakokkal? Hát az én időmben, ha vesszük, még én vezettem a kajakklubot, meg mindent, az edzéseket is. Én egy nagyon jó kapcsolatom volt a bukovári és a borovói, meg a szavon, kobási klubokkal, és ezt én kihasználva, meg nem vették szemtelenségnek, mi mentünk Szlovákiába síelni velük, mink vezettük őket, mert ők nem tudtak, én tudtam, én jártam minden évben síelni, és azok a szlovákok meg télen mentek le a tengerre, mert Borovónak is volt nyaralója, meg Bukovárnak is, a Vutexnak, ez egy komoly gyár volt a háború előtt még, amit széttranzsíroztak az emberek, de ezt úgy kihasználva mink, a kanizsai kajakosok is eljutottak téli edzőtáborba, ami a sífutás, hát a legközelebb áll a kajakhoz, ami nagyon jót tesz, ugyanúgy a kéziláb. Jó, a kajakban is mindennek kell, hogy mozogjon, de a téli sportok közül a sífutás az, ami legközelebb áll a kajakhoz. Uh-huh. És akkor ezt úgy meg tudtam csinálni. De ez soha nem került kanizsának egy dináriába se, soha. Mind csak a személyi kapcsolatok, csak azok, hogy nem is tudom, hogy miért. Jó, én csináltam nekik a hajókat, ócsók hajókat, meg, mert tényleg, de valahogy volt egy olyan tekintélyünk, hogy szívesen láttak, meg szívesen is mentünk, mert nem került pénzbe. Úgyhogy manapság ezt... milyen a telepen? Milyen a hangulat? Hogy érzi magát, ha lemegy megnézni a sportolókat? Én most ez az ünnepség után nagyon jó éreztem magam, mert életemben nem éreztem ilyen jó magam, meg ennyire közel olyanokkal, akiket nem is ismerek praktikusan. Hát ezt köszönve a mai vezetőségnek, akik ezt így szervezték, vagy így, nem tudom, de hát... tényleg jó. Ritkán járok le a klubba, nem hívnak, de hát... Nem, mintha nem állna nyitva az ajtó, de Károly előtt. Nyitva, szóval nincs, nem hiszem, hogy valaki megtiltaná, hogy én oda lemenjek, és hát örülök, ha olyan társaságban vagyok, vagyis... Én szeretem a kajakosokat mai napig is, hát ha ilyen nagyobb verseny van Szegeden vagy valami, akkor én azért csak elmegyek. Ide is elmegyek, ha meg is hívnak a kanizsai regattára, mert ez elejében maraton volt, még mikor én csináltam. Ez minden évben volt, ez hosszú táv, ez a fölkészülési időnek a végét jelentette, azért volt maraton, azért nem volt rövid táv, mert attól az időtől kellett esetleg a rövidebb távokra tréningeztetni a gyerekeket. De ez most át van variálódva, nem érdekes, nem igazán lett kikérve se a vélemény, semmi, de így jó. Mert ennek megfelel 100%. Volt az, mikor Kanizsán 35 kajakklub vett részt azon a
maratonon. Az azért nem kevés. Ekközben én tényleg alapítottam sok klubot, már kezdve Jezsőváci, mert azt átvariáltuk kajakklubba, Palicsot nem sikerült, Zentán is hát sokat, ott inkább ilyen privát alapon, mert ott a szövetség, Zentán annyira fejlődtek a különböző sportágak, hogy hát nem nagyon fért bele még a kajak se, hogy bevegyék, de hát most már hála Istennek van egy olyan klub Zentán, aki tényleg már jegyzik, mert komoly. És akkor zentai gyerekek voltak a kanizsai klubban is versenyzők, mert Zentán nem vitték volna soha egy versenyeseiket. Ó, hát akkor magyar kanizsa ezt is a zászlajára tűzheti. Én nem gondoltam volna, hogy annyira kemény felba vágom a fejszémet, mint ami valóban itt most kialakult. A fél óra semmire se volt elég. Az 50 évet, hogy összefoglaljuk és kibeszéljük, arra a legkevésbé. Úgyhogy nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szerintem hamarosan újra találkozunk, hogy mindazt, ami önökben ragadt, és amiről nem beszéltünk, például a nyári kajakiskoláról, ami szintén nagy sikere volt a klubnak, és sikeresen megszervezték most már többedik éve, erről sem beszéltünk, a mostani eredményekről és a fejlesztési lehetőségekről, tervekről sem, úgyhogy szerintem hamarosan újra találkozunk. Sok mindenről beszélhetnénk még. Köszönöm szépen a jelenlétüket itt köszönöm a stúdióban. A Nézőpont nézőinek is köszönöm szépen a figyelmet. A jövő héten Velibor Vránics kollégám beszélget történelmi témában a vendégeivel. Tartsanak vele akkor is. Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.